Jó a ruhám? Nem eléggé csillogó, mint az ön. De a hasunk az már ugyanakkor. De az, hogy én vagyok az igazi Ken, azt be is bizonyítom. Elfogtam egy levelet. Én. Péceli Né Terike és Péceli József Szakács 30 éve élnek egymással boldogtalan házasságban, egy kicsi lakásban. Terike szüleivel tudsz követni? Ja, jó, jó, mondom tovább. De most ugye azt tudni kell, hogy a férj nem áll szóba a szülőkkel. Én beszarok rajta. Ilyeneket szoktál csinálni? Melben erősebb vagy. Ilyeneket szoktam csinálni? Ilyeneket? Nem is kicsit. Egy biztos ez az Activity Show. Játszani fogunk, mondjam vagy mutassam. Szózás. Ma este is bulizzanak vele? És sztár vendégeimmel fantasztikus vendégeket látok ma este is itt, ebben a fergeteges dáridóban. Hölgyeim és uraim, legújabb lemezem már a megjelenés előtt 4 évvel platina lemezre. Köszönhető Csocsesznek, aki nem énekelt rajta. A mahasz listám nincs más, csak én, az első 10 hely, mind az enyém. Lehet, hogy te nem szoktad mondani, de ezek a tények, drága barátom. Hát én azt hiszem, hogy súlyban majdnem hasonlóak vagyunk. Hát majdnem, nekem nagyon, kicsit nagyobbra sikerült ez az egészet. Azért ez túlzás. Ne haragudj, Lajcsikám, én sapka nem jó. Így látom. Nem, a sapka az jó. Kabát, jó. Picit sötétebb a nadrág. Jó, levetted a formát. Hölgyeim és uraim, fantasztikus sztárvendégek lesznek ma velünk. Itt lesz például Öklös Bélus és Népi Zenekara. Továbbá Céda Böske. És természetesen fantasztikus sztárcsapatunk, a két Lofti. Én arra kérlek, hiszen nem maradhat dáridó ének nélkül, egy fantasztikus dalt fogadjanak szeretettel itt a ma esti dáridóban. Ős bemutató. Legnagyobb szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Nagyon örülök, hogy Rózsa György itt van, de nem szeretem, ha utánoznak. Én például tudok lengyelül. Nem ja, mondja. Dobse, többet ne kérdezzem. Néhány kérdést viszont, bocsánat, de iszok, mint az állat. Én sokkal gyorsabban iszok, mint ön, higgye el! Na nézzük az első fontos kvíz kérdést. Igen. Jöhet Rózsa? Hogy? Tessék parancsolni, nyugodtan így el, mozogj. Várjál. Elsőtel. Én most nem húznám be. Mitől göndörödik a hajam? A. A hülye kérdésektől. B. A hülye válaszoktól. Igen. Vagy C. A hülye paródiáktól. Rózsa úr. Képzeljen.
Én még kicsit kopaszodom, a Miki Egerem följött, nekem reggel beszállításnál dől el az egész nap. Nem mondja. Menjünk tovább. Filmes kérdés a bűvös hatosból. Igen. Melyik film jut eszébe rólam? A. A Rósa neve. B. Fehér telefonok. C. Rózsák háborúja. És jön az utolsó kérdés. Rózsa úr, figyelje. Akar vizet inni? Nem ízből? Csak be ne pisilje. Melyik idézet való tőlem? Ha én rózsa volnék, 10 előtt meghajlok a víz előtt, 3-as ajtó nyílj ki. Szervusz. Szervusz. Jó estét kívánok. Hoztam egy naptárt a kis Donatellát. Az eredeti. Ennél nagyobb reklám nem kell a naptárnak, most már tényleg érdemes árulni. Itt a húsvét, itt a nyúl. Jönnek a locsolók lassan. Locsolók, és itt van egy érdekes mosolyom. És már itt a tavasz, itt a kis Donatellácska fogja a mellemet. Ahogy azért nézem, mellbe erősebb vagy. Mint te? Igen. De... Indulhatnánk a mell szépségversenyen. Igen, de csak is a kis Donatellácskával. Honnan vetted ezt a gagyi karkötőt, mert az enyém igazi? Most komolyan mondom, lefejelem az asztalt, nem szólok. Na, mondj valamit gyorsan, tényleg. Régi beszari család sarja vagyok, úgyhogy azért nem akarok kikezdeni. De nem úgy nézel ki, hát azért nagy a melkasod, nekem 40-es a karom. Énekeljünk egyet, szemeljünk, gyere ide. Csak hogy énekeljük azt a legnagyobb sláger, hogy kislány vigyázz! Kislány vigyázz, hogy el ne hibázz! Kislány a bucsira vigyázz! Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. És reméljük idén is minden második héten találkozunk. Majd viszontlátásra!